kikapcsolódni megyek oda. Tehát kiszakadni ebből a nyüzsgésből, a városból, a mindennapokból. Retkes Tamás, amikor nem a természetet járja, a Vosinszki Mon megyei múzeum fotósaként éli mindennapjait, de amint az ideje engedi, beöltözik és 10-15 kilométer gyalogol a Gemenci erdőben, egy megszokott útvonalon, hogy témát találjon. Bármit fotózok, a természetességet akarom visszaadni, és ez nem csak a természetben igaz. Akár egy esküvőn, ha fotózok, akár egy tárgyfotó, egy reklámfotó, egy műtárgy, nem szeretek bele nyúlni a képekbe, azt úgy akarom visszaadni, ahogy azt én ott látom. Gemenc egy olyan vidék, mondja Retkes Tamás, mely minden természetfotó számára megfelelő terep lehet. Van, aki kilométereket képes utazni azért, hogy számára megfelelő képet csináljon. Nekem, mondja, ez az erdő megad mindent, amire vágyom ebben a témában. Retkes Tamás a kiállításra 2019 óta eltelt idő képeiből válogatott, és végül is 36 kép került a falakra. A szokásoknak megfelelően a tárlatanyaga a kiállítás bezártával szétosztásra kerül, és a továbbiakban óvodákat és orvosi rendelőket díszít majd. A Gemenci vadvilágot bemutató kiállítás június 8-áig tekinthető meg a Szekszárdi Vármegyeházán.